Ez a heti hírmix, az Ultrahang heti nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, Túróci hát vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra és az Ultrahang Plus csatornánkra, ahol naponta hallhat nemzetközi híreket, kérjük ezt most pótolja. Link a leírásban. Az Egyesült Államok és Németország ellenzi Ukrajna NATO-ba való meghívását a szövetségi csúcs találkozón, írja forrásokra hivatkozva a Foreign Policy. Az Egyesült Államok azt mondta a szövetségeseinek, nézzétek, ne vegyétek ezt napirendre, mondta egy tisztviselő. Az Egyesült Államok és Németország, mint Ukrajna legnagyobb anyagi támogatói és fegyverszállítói ellenzik Ukrajna-NATO tagságát legalábbis egyelőre. Ukrajna és egyes kelet-európai szövetségesei szeretnék, ha a NATO hamarosan meghívást küldene Kievnek a tagságra, de Washington és Berlin ellene van több jelenlegi és volt tisztviselő szerint az USA és Németország úgy vélik, hogy Ukrajna még nem áll készen a NATO tagságra, mivel még mindig harcolnak Oroszországgal. A NATO kelet-európai tagállamai közül Lengyelország és a balti államok támogatják Ukrajna tagságát, és harc közben is felvennék Ukrajnát, ebben látva a lehetőséget Oroszország megállítására. A logikájuk abban áll, hogy egy NATO tagországgal nem mernének harcolni. Azonban az USA és Németország úgy vélik, hogy ez most nem a legmegfelelőbb időpont, ám valójában úgy gondolják ezt, hogy nem szeretnék megkockáztatni azt, ha az oroszok mégis belállnának a konfliktusba ebben az esetben is. Ez a két ország most azt mondja, hogy a főhangsúly most az ukrán hadsereg fegyver és lőszerrel látásán kell, hogy legyen. Anders Fogh Rasmussen, NATO volt főtitkára azt mondta, gyakran hallom azt az érvet, hogy nem hívhatjuk meg Ukrajnát a NATO-ba, amíg tart a háború. Szerintem ez egy rendkívül veszélyes érv, mert ezzel gyakorlatilag Putyinak adunk egy vétójogot a NATO felett, és ez arra ösztönzi őt, hogy folytassa a harcokat Ukrajnában végtelenül. A lap szerint vannak olyan szakértők, akik szerint Ukrajna hamarabbi bevonása a NATO-ba hosszú távon olcsóbb lenne, mint folyamatosan fegyvereket és lőszereket szállítani az országnak. Mások viszont attól tartanak, hogy Ukrajna túl korai felvétele kiválthat egy teljes körű NATO-Oroszország konfliktust és a harmadik világháborút tekintettel a szervezet kollektív védelmi záradékára. Az USA elnök választása is befolyásolhatja a helyzetet. Donald Trump, aki hosszú ideje bírálja a nato még nem nyilatkozott Ukrajna tagságáról, de sokan úgy vélik, hogy nem támogatná, ha újra választanák. A Foreign Policy szerint az európai populista vezetők, mint Szlovákia és Magyarország miniszterelnökei ellenzik az ukránai háború további finanszírozását, és idézik Robert Ficót is, aki éppen a harmadik világháború potenciális bekövetkeztéről beszélt annak kapcsán, miért van az ukránok tagsága ellen. Az Egyesült Államokban is politikai padhelyzet miatt késik az ukrajnai katonai segítség. Anthony Blinken, az USA külügyminiszter azt megerősítette, hogy Ukrajna tagja lesz majd a NATO-nak, de nem adott részleteket a tagság időzítésére vonatkozóan. A NATO júliusi csúcs találkozóján Washington és Berlin a tagság elhalasztását szorgalmazza, míg Lengyelország és a balti államok a gyorsabb felvételt támogatják majd. Ukrajna NATO-tagsága még akkor is kérdéses marad, ha a hivatalos meghívást kapnának. A lap emlékeztet, hogy a NATO-tagállamainak egyhangú jóváhagyása szükséges a felvételhez, ami politikai vitákhoz vezethet. Finnország és Svédország esete mutatja, hogy a folyamat évekig tarthat. Vagyis a brit miniszterelnök pedig mindenről azt mondta, idézem, a Putin győz Ukrajnában nem áll meg ott. Az amerikai Bloomberg cikke szerint Európa kevesebb, mint két év alatt majdnem teljesen megszabadult az orosz gázfüggőségtől, és ezt egy újabb gázfüggőség váltotta fel az amerikai Az USA-ból származó földgáz, amelyet politikailag elfogadható alternatívaként tartanak számon, szintén egyre kockázatosabbá válik. A Fehérház ottani idő szerint pénteken bejelentette, hogy felfüggeszti új cseppfolyósított földgáz, vagyis LNG exportengedélyek kiadását. Amerikai szakértők szerint azért döntöttek így, mivel a klímaváltozás elleni intézkedéseket sürgető választóknak ez nem tetszik, és jön a kampány. Ez ugye nem érinti azokat a létesítményeket, amelyek már épülnek vagy üzemelnek, de késleltetheti, vagy akár meg is hiúsíthatja. Az a néhány nagyszalású projektet, amelyekre éppen azért van szükség, hogy Európa az orosz gázt pótolni tudja. Még mielőtt a felfüggesztés megdöbbentette volna az egész világ gázpiacát, Európa gyorsan növekvő függősége az amerikai lng már eleve aggodalomra adhatott okot Brüsszel számára. Rövid idő alatt az USA jelentős részesedést szerzett az Európába irányuló gázszállításokban, felülmúlva az összes fennmaradó orosz gázszállítást. Az Egyesült Államokból származó LNG ma már a régió importjának körülbelül felét teszi ki, és várhatóan ezer a részesedés tovább növekszik. Az Európai Unió döntése, hogy az orosz gázt amerikai jelentsével helyettesíti diversifikálás helyett, azt jelenti, hogy az energia biztonsága továbbra is külső tényezőktől függ, amelyek kívülesnek a kontrollján. Ilyen lehet például az Atlanti-óceáni hurrikán szezon, vagy a viszony megromlása az EU és az USA között ebben az értelemben hasonló kiszolgáltatottságba kerülhet, mint Oroszországgal szemben volt, hiszen százalékosan szintén domináns szeletet kapott egy másik nagy hatalom a gázpiacon. Így azoknak az európai cégeknek, amelyeknek a gáz valamiért fontos, most már figyelembe kell venniük az óceán túlpartján zajló távolabbi eseményeket is, és ennek már most is érzik a következményeit egyes európai nagyvállalatok. Az amerikai Bloomberg arról ír, hogy minél jobban függ Európa az Egyesült Államoktól, annál nehezebb lesz leküzdeni a nézeteltéréseket. Az Egyesült Államok Európai Szövetségeseinek jelenlegi vezetői aggódnak Donald Trump esetleges újbóli elnök kiválasztása miatt, és ezt követően nagyobb hangsúlyt fektetnek a védelmi és biztonsági kiadásokra. A Wall Street Journal legalábbis erről ír, és szerintük ez a fokozott figyelem különösen azokban az országokban érezhető, amelyek korábban vonakodtak jelentősebb összeget fordítani a védelemre. Trump Las vegas kampánybeszédében kritizálta az európai országokat azért, mert nem költenek eleget a védelemre mi fizetjük az egész nato és hát nem kapunk tőle túl sokat. Ha valaha szükségünk lenne a segítségükre, mondjuk ha ránk támadnának valakik, én nem hiszem, hogy eljönnének hozzánk segíteni. Andrzej Duda, Lengyelország elnöke, akinek országa a GDP 4%-át költi védelemre egyetért Trump érveivel. Lengyelország gazdagabb szomszédai azt akarják, hogy az amerikai adófizetők fizessék a biztonságokat. Ha élennék ott, az elnök ugyanezt az érvet hozná fel, mondta Duda. A NATO tagállamok közül többen növelték védelmi költségvetésüket, és most arra ösztönzik a többieket, hogy ők is tegyenek többet a védelemért. Európa számára az a kérdés, hogy meg tudja egyőzni Trumpot arról, hogy nem élősködnek a NATO-n, ahogyan ő állította. Komoly botrányba keveredett a német CDF közszolgálati televízió, amiért oroszul beszélő riportere elment Mariupolba és bemutatta, hogy mit tapasztal abban a városban, amelyet ma már Oroszország a részének tekint. Amin Köpe, a CDF tudósítója arról számolt be, hogy a városban látható még a rombolás nyoma, ám az újjáépítés jelei is látványosak. A riporter beszámolója szerint a helyi lakosok többsége most orosz baráttá vált. A város teljesen átalakították. A riport sok más mellett kitér arra is, hogy korábban a helyi színházban egyszerűen tilos volt oroszul előadni, de mostanra ez természetesen megváltozott. Köpe megjegyzése, miszerint szerint a város működik és funkcionál, felháborította a németországi ukrán nagykövetséget. A CDF-ről több németországi megszólaló is azt mondta, hogy normalizálja a megszállást és a valós helyzetet torzítva ábrázolja. A CDF válaszul hangsúlyozta, hogy tudósításaikban mindig egyértelművé tették, hogy Mariupol orosz uralom alatt áll, és hogy Oroszország az agresszor ebben a konfliktusban. A csatorna elismerte, hogy bizonyos kifejezések félreérthetőek voltak, de a Kölpel tudósításának lényege az volt, hogy bemutassa, hogyan próbálja Oroszország a normális életet visszaállítani a városban. Az ukrán nagykövet Alexei Makiev egyenesen odáig ment, hogy szerinte a riport negatív reakciókat váltott ki a német közönség körében. Amen Kölpel a műsorban azt mondta, idézem, utcák, iskolák, lakóépületek és egész városrészek állnak felújítás alatt. És ezek a felújítások nagyon gyorsan meg is történnek, mert egyáltalán nem egy szellemváros. Oroszország sok pénzt dönt bele. Ellenállás, nem látok én itt semmi ilyesmit, mondta. Mariupol jelentős részét szinte teljesen lerombolták a harcok során, a lakosság nagy része elmenekült. Aki rákeres a YouTube-on a Mariupol szóra és a találatok közt is a friss videókat keresi, akkor a helyiek által feltöltött videókon azt láthatja, hogy Oroszország valóban elképesztő mennyiségű pénzt és energiát fordította arra, hogy a várost helyreállítsa. Számos új épület köztük több iskola, óvoda és kórház is épült. Ezekről a folyamatokról is beszámolt a német tudósító. Az orosz nyilvánosságban a CDF és annak tudósítója körül zajló eseményeket általában úgy kommentálják, hogy a nyugati sajtószabadság és szólásszabadság csak addig terjed, amíg azt mutatják be, ami az elvárt. A január 25-én született Volodymyr Zelenski ukrán elnök születésnapi interjút adott a német ARD csatornának, és ebben rengeteg olyan dolgot mondott, amelyről százezrek írták meg, vagy vették fel videóra a gondolataikat, általában nem éppen nyomdafestéket tűrő módon. Az interjú tegnap jelent meg. Az ukrán nyilvánosságban, főleg a Telegramon és a TikTokon óriási felháborodást keltettek az ukrán elnök szavai. Zelenski a német csatornának azt mondta, azt akarja, hogy a különböző EU-s országok által az ukrán menekülteknek nyújtott szociális segélyeket ne nekik, hanem egyenesen Ukrajnának adják, hogy azután maga Ukrajna oszthassa szét belátása szerint ezeket a pénzeket az emberek között. Először ezt azzal indokolta, hogy véleménye szerint így ezek a pénzek támogatnák az ukrán gazdaságot. De mi ezt egy olyan kérdésre felelte, ahol a német újságíró nő a Németország területén élő 200 ezer sorozással alkalmas ukrán férfiről beszélt, és arról, hogy miként lehetne ezeket az embereket rávenni arra, hogy Ukrajna mellett harcoljanak. Idézem Zelenszkijt szó szerint nem a német fordításból, hanem úgy, ahogyan ezt Ukránul mondta. Ha a kormányuk segíteni akar az ukránoknak, akkor van egy olyan nüansz, hogy például, ha valaki külföldre költözik, és ott tartózkodik, és támogatást kap Németországtól, és még köszönjük azt, hogy támogatják az állampolgárainkat, de előfordul, hogy ez a személy támogatást kap önöktől is, meg tőlünk is, ez ugye megesik, nem a Németországban tartózkodó ukránjainkról beszélek most, én csak úgy általánosítok, ezért mindig is mondtam, hogy számunkra sokkal jobb lenne, ha Németország az ukránokat úgy támogatná, hogy pénzt ad Ukrajna költségvetésébe, és aztán Ukrajna majd elosztaná ezt a pénzt attól függően, hogy hol tartózkodik ez a személy. Azt is mondta, hogy Ukrajna pénzeinek egy része Európában maradt, mert amikor az emberek elmenekültek a háború elől az EU-ba, akkor a pénzüket is elvitték magukkal Ukrajnából, ami hiányzik az ukrán gazdaságból és az ukrajnai bankokból. Aztán Európa kezdte támogatni ezeket az embereket Európában, és az összes pénz, amit az ukránok támogatására fordítottak, külföldön is maradt, ott is költötték el az ott tartózkodó ukránok, és az adott EU-s tagország gazdaságába került vissza, nem pedig Ukrajnába. Idézem tovább az ukrán elnököt. Végül a mi pénzünk elhagyta az országot, amíg az európai pénzek ott maradtak Európában, ahol az ukrán állampolgárok maradtak. Ukrajnán kívül. Nekem nincs semmi kifogásom ezzel kapcsolatban, csak azt szeretném, ha figyelnénk erre. Amikor az egész világ az ukránok pénzügyi támogatásáról beszél, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ezeknek a pénzeknek a többsége hol marad. Régen látott méretű felháborodást váltottak ki Zelenszkij szavai, amelyek az ukrán nyilvánosságban értelemszerűen főleg az EU területére menekült ukránok között elhomályosították Zalusni ügyét. Ezeket a posztokat és videókat általában sok tízezren, esetenként sok százezren osztották meg. Ezek hangulatát jól érzékelteti, hogy az egyik ilyenben a készítője, egy Svetlana nevű ukrán nő azt mondja, hogy szerint az egész egyszerűen megőrült a hatalomban, és ez magyarázza azt, hogy ilyeneket beszél. A PL lengyel újság által megrendelt felmérés szerint a lengyelek most már nem fogadják szívesen a háború elől menekülő ukránokat. A felmérés eredményei szerint a lengyel állampolgárok 22%-a egyenesen negatívan viszonyul az ukránokhoz, különösen a 25 és 34 év közöttiek körében. Ezzel szemben az 55 évesnél idősebbek többsége pozitívan áll hozzájuk. A lap által megszólaltatott szakértők szerint a megélhetési költségek növekedése és a munkahelyek elvesztésétől való félelem tovább erősíti a negatív hozzáállást. Sok lengyel attól tart, hogy az ukrán munkavállalók elveszik a munkahelyeiket, és lassítják a bérek növekedését. Ennek ellenére elismerik, hogy az ukránok elvállalják azokat a munkákat, amelyeket a lengyelek már nem akarnak megcsinálni. Egyébként egy a Lengyel Gazdasági Intézet által végzett kísérlet során 375 fiktív önéletrajzot küldtek lengyel és ukrán nők nevében hasonló képességekkel. A lengyel állampolgárokat 27%-ban hívták meg egyszerű munkákra, míg az ukránokat csak 19%-ban. Egy szeptemberi lengyel felmérés szerint pedig a lengyel között sokkal többen vannak azok, akik nem látják szívesen az ukránokat. A lengyel különösen ellenszembesek a fiatal ukrán nőkkel szemben, másodszorban a munkahelyek és elsősorban a lengyel férfiak iránti versengés okán. A lengyel faknak Valdemars Sipcsák lengyel tábornak azt állította, hogy az ukránok nagyon lopják a fegyvereket. A cikk szerint az ukrán védelmi minisztérium számlájáról eltűnt több millió dollárnyi összeg. Ez a helyzet felveti a kérdést, hogy ez hogyan befolyásolhatja a további segítségnyújtást Ukrajnának. A lengyel fak szerint az ukrán nyomozók megállapították, hogy a Védelmi Minisztérium munkatársai 2022. augusztusában szerződést kötöttek egy Vovi ukrán beszállítóval. Az összeget a minisztérium átutalta, de a cég egy részét Továbbította egy külföldi entitásnak, amelynek Ukrajnába kellett volna szállítani a muníciót. Az ukrán SBU azt közölte nemrég, hogy egy olyan korrupt hálózatot fedeztek fel, amely közel másfél milliárd rívnya, ez körülbelül 14 milliárd forint értékben lopott el állami pénzeket a munícióvásárlásra szánt költségvetésből. A gyanúsítottak a Védelmi Minisztérium munkatársai és egy fegyvergyártó cég vezetői. Az SBU szerint azonban a cég nem küldött el egyetlen egy lövedéket sem, és a kapott pénzt balkáni kapcsolatokhoz kötődő számlákra utalta át. Az ügylet 100 ezer darab lövedék megvásárlására irányult. Az őrizetben tartottak egyikét Ukrajnából való távozás kísérlete közben vették őrizetbe. Akár 12 év szabadságvesztésre és vagyonálkobzásra is számíthatnak. Az ellopott pénzt lefoglalták, és majd az államkasszába kerül vissza. A Lengyel katonai vezetőket kérdezett meg az Ukrán Védelmi Minisztériumban történt korrupciós ügyről. Valdemarsz tábornak tábornok szerint a politikusok és a katonai vezetők a leggyengébb láncszemek Ukrajnában, akik idézem: Tudatosan lopnak, mivel arra számítanak, hogy Ukrajna veszíteni fog a háborúban. Hogyan lehet háborúzni lőszerek nélkül? Az ukránok több 100 millió dollárt sebeltek be, mondta felháborodottan Szkcsípcsek tábornok. Donetsk tábornok továbbá azt állította, hogy a nyugat az utolsó tartalékait adja Ukrajnának, de a korrupció virágzik az ukrán fegyveres erőknél, és Zelenszky elnök semmit sem tett a helyzet megoldására. Szerinte ez a helyzet értelmetlenné teszi a nyugat segítségét, mivel az ukrán szövetségesek megtévezték őket. Tomás Bonk tábornok szerint ideje, hogy a NATO és az Európai Bizottság létrehozon egy bizottságot, amely felügyeli a támogatások elosztását és költését, mivel a jelenlegi helyzet aggasztó. A háborús zűrzavar egy dolog, de a pénzügyi és védelmi minisztériumoknak átláthatónak és transzparensnek kellene lenniük, tette hozzá a Ahogyan egy korábbi hírmixünkben már beszámoltunk róla, Lengyelországban és néhány balti országban rendszeresen tapasztalják az ott élők és a katonák is a GPS megbolondulását. Most már nem csak egy-egy helyi médium, hanem a Bloomberg is utána nézett ennek. Martin Herem, az észvédelmi erők parancsnoka szerint Oroszország a felelős a GPS jelek megzavarásáért. Különösen ebben a hónapban regisztráltak jelentős növekedést egy Finnországtól Lengyelországon át, a Fekete-tengeri régiói terjedő hatalmas területen. Valaki már pedig csinálja ezt, és mi azt gondoljuk, hogy ez Oroszország, mondta Herem. Hozzátéve, hogy Moszkva esetleg hat gyakorlatokat folytat a zavarási képességek tesztelésével, tekintettel a jövőbeni potenciális konfliktus kockázataira a NATO-val. Azt gondolom tanulnak és tesztelnek, tette hozzá. Oroszország szerinte az elektronikus hadviselési képességei miatt a drón és rakéta aktivitás megzavarását is megoldja Ukrajnában. Az orosz védelmi minisztérium korábban megerősítette, hogy az elektronikus hadviselési egységei Kaliningrádban, a Lengyelország és Litvánia közötti balti orosz exklávéban gyakorlatot tartottak a rádió és műholdas jelek zavarására. Rem szerint a zavaró tevékenységet hajókról is végezhetik a balti tengeren. Decemberben a lengyel légi közlekedési hatóságok már figyelmeztették a pilótákat a zavarásokra, míg svéd és finn tisztviselők azt mondták, hogy vizsgálják az ügyet. Az európai légi közlekedési hatóságok a múlt héten egy találkozót tartottak, hogy megvitassák a problémát, mivel a zavarások és a hamisítások száma, amikor hamis jeleket küldenek, növekedtek a háttérben zajló Ukrajna és közelkeleti konfliktusok óta. Ezek a gyakorlatok véletlenül érinthetik a polgári utasszállító repülőgépeket is. Az Európai Unió Légi Közlekedési Biztonsági Ügynöksége és a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetsége találkozót tartott a németországi könyvben csütörtökön, ahol a légitársaságok, gyártók, beszállítók és más iparági résztvevők megvitatták a kockázatok csökkentésének módjait. Oroszország nyugati részén, különösen Moszkva környékén a GPS már több mint egy éve pontatlanul működik. Olykor a jelölése térképen ugrál. Az autósok, a taxisok és általában véve az emberek az orosz megoldásokra tértek át a GPS alapú térképek és szolgáltatások helyett, és általánosságban elmondható, hogy megtanultak ezzel együtt élni a drónokkal szembeni védettség érdekében. Foreign szerint még az Egyesült Államok hadserege is komoly gondban lenne, ha megpróbálna áttörni az orosz hadsereg védelmi vonalait Ukrajnában. A szerző kiemelik, hogy történelmileg ritkán sikerült áttörni mély és erős védelmi vonalakat, de az oroszok által épített vonalak különösen durvák. Egy ilyen forgatókönyvben a sikerhez jelentős fölényre van szükség a készségekben, motivációban és a haditechnikában is. A cikk azt is megjegyzi, hogy manapság az amerikai katonai vezetés nagyobb hangsúlyt fektet a csapatok minőségére, mint a számukra. Azonban egy felörlő háborúban az amerikai hadsereg jelenlegi állapotában nem lenne képes elviselni az ilyen konfliktus során keletkező veszteségeket, ahogyan a társadalom sem. Először a török állami tévé a TRT adott hírt arról, később pedig az Anadolu hírügynökség is, hogy Putyin hamarosan Törökországba látogat. Dimitri Piszkov, az elnök szóvivője most beszélt ennek részleteiről is. A látogatás előkészítése folyamatban van. Piszkov szerint rendszeresen tartanak kapcsolatot, gyakran telefonon, de évente többször személyesen is találkozik az orosz és a török elnök. A megbeszélések fő témái a két oldalú orosz-török kapcsolatok és a kereskedelmi-gazdasági együttműködés lesznek. Törökország azon kevés országok egyike, Piskov szerint, amely kiállt az elvei mellett ebben a kérdésben, és folytatja a kereskedelmi-gazdasági együttműködést Oroszországgal. A szóvivő szerint Törökország szembesül a nyugati, különösen az angol száz országok részéről gyakorolt precedens nélküli nyomással, amelyel gyakran megpróbálják rákényszeríteni Törökországot, hogy saját érdekei ellenében csökkentse vagy teljesen megszakítsa az együttműködést Oroszországgal. Törökország megőrzése szuverenitását és a regionális problémák beleérte Ukrajnát is mindig napi rendben vannak a megbeszéléseken. Értekesség, de Dimitri Piszkovra a török médiatérben nem csak azért figyelnek oda, mert ő az orosz elnök szóvivője, hanem azért is, mert folyékonyan beszél törökül, és igen jól ismeri a török kultúrát, illetve Törökországot. Eredetileg arabul akart megtanulni, de abban az intézetben, ahová jelentkezett, végül a török kurzusra került, aztán megszerette. Vladimir Putin Oroszország elnöke Tulavárosában tőle szokatlan stílusban humorizált az Európai Unió szankciókat kivető politikusairól. Idézem őt. Azt jósolták nekünk, mint azt tudják, hogy itt visszaesés, bukás, összeomlás lesz. Hogy a szankciók nyomása alatt majd meghátrálunk, megadjuk magunkat, szétesünk. Szeretnék én egy jól ismert gesztust bemutatni, de nem fogom megtenni, mert itt sok a lány. Semmi se fog nekik sikerülni. A mi gazdaságunk növekszik, szemben az övékkel. Németország parlamentje a Bundestag a február másodikai pénteki döntésével elfogadta, hogy 39 milliárd eurónyi hitelt vesz fel. A Bild német lap szerint az új költségvetés keretében 477 milliárd euró kiadásra számítanak. A költségvetés mellett 388 képviselő szavazott, de 279 ellene nyomott gombot. Az ellenzék bírálta a kormányt, hogy nem takarékoskodik megfelelően, állítások szerint a kormány továbbra is a lehetőségein felül költekezik. A 2024-es költségvetés a kormánykoalíció számára különleges kihívást jelentett, miután az alkotmánybíróság ítélete miatt váratlanul milliárdos hiányokat kellett pótolni. A költségvetés tartalmaz több adóemelést is, például a repülőjegy adóemelését és szigorúbb szabályokat a polgári juttatásokra, beleértve a családi pótlékra és a gyermekgondozási támogatásra. A legnagyobb összeg a Szövetségi Munkaügyi Minisztériumot illeti, meg ennek 175 milliárd euró jut a nyugdíjbiztosítási rendszer hiányainak a pótlására és mindenféle lakossági juttatások növelésére. A Védelmi Minisztérium költségvetése 52 milliárd euró, csak ebből 520 millió eurót Ukrajna katonai támogatására fordítanak. Összesen 7,5 milliárd eurót különítettek el Ukrajna katonai segítségére. Az Orosz Központi Bank január végére elkészült a tavalyi évről összeállított jelentésével. Ez szerint az oroszországi bankok bevételei 37 milliárd dollárra nőttek, ami körülbelül 16-szoros az előző évinek. A Financial Times szerint a 2023-as évben a nyugati szankciók ellenére is rekordnyereséget értek el az orosz bankok. A nyereség növekedés elsősorban a kormány által támogatott jelzáló hitelprogramoknak és a nyugati vállalatok által eladott eszközök finanszírozásának köszönhető. Ezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy az orosz bankok 37 milliárd dollár hasznot termeltek meg 2023-ban, szemben a korábban várt 11 milliárd dollárral. A Nemzetközi Valuta Alap, ahogy az IMF szerint, az orosz gazdaság 2023-ban 2,6%-kal növekedett, ami kétszer gyorsabb, mint amit októberben vártak. Az orosz banki szektor jelentős részét kizárták a nyugati szvejtelenszerből, és kevés vagy semmilyen hozzáférésük sincs a nyugati tőkepiacokhoz. Ennek ellenére a szektor elképesztő nyerességet ért el. Az Oroszországi Forbes, ez az amerikai lap szintén tovább működik Oroszországban. Arról ír, hogy az év végére az oroszországi bankok rekordnyereséget értek el, ami a fő bevételeik helyreállításának, a tartalékokra fordított költségek csökkentésének és a jelentős deviza átértékelésnek köszönhető. Az Accra hitelminősítő ügynökség szerint a magas alapkamat, a makrogazdasági korlátok és a jelzálók hitel kihelyezések várható csökkenése miatt a banki szektor 2024-ben valószínűleg nem fogja megismételni ezt a rekordnyereséget, ám így is komoly hasznot fognak hozni a tulajdonosaiknak az orosz bankok. A New York Times arról írt egy anyagot, hogy információik szerint milyen erőfeszítéseket tettek az európai vezetők annak érdekében, hogy meggyőzzék a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, hogy jóvá hagyja az ukránna számára nyújtandó pénzügyi támogatást. Ezen erőfeszítések között volt viccelődés, Józsa rossarú felállás, illetve fenyegetés és zsarolás is valamint meggyőző beszélgetések. A New York Times szerint Orbán Viktor az EU 27 vezetője közül az egyetlen volt, aki ellenezte az Ukrajnának végül megszavazott 50 milliárdot. Végül csütörtök reggel az Európai Unió sürgősségi csúcs találkozójának kezdete előtt egy órával engedett a nyomásnak. Az EU vezetői különböző szerepeket vállaltak, hogy elérjék ezt a célt. Például az Európai Tanács elnöke Sármisel a Rossarú szerepét játszotta el. Ezzel szemben Olaszország miniszterelnök nője, Giorgia Meloni, Orbán ideológiai szövetségese, ahogy a New York Times írja, a brüsszeli Amigo Hotelben arról beszélgetett Orbánnal egy pesgő mellett, hogy hogyan profitálhatna jobban Magyarország az EU-ból, ha együttműködőbb lenne. Azt a New York Times is megírja, hogy a magyar miniszterelnök azon célja, hogy az Ukrajnának adott pénzt felügyeljék és az ebből létrehozott projekteket évente felülvizsgálják, végül bele is került a megállapodásba. Egy érdekes és fontos számra figyelt fel az emirátusi albaján. A dubai kormány tulajdonában álló újság és híroldal észrevette, hogy az amerikai Apple eladásai Kínában 13%-kal csökkentek decemberben záruló negyed évben, 20,8 milliárd dollárra ezzel alul maradt a 23,5 milliárd dolláros várakozásoktól. A csökkenés oka a helyi vállalatok, mint például a Huawei és a Xiaomi erősödése, valamint a fogyasztói óvatosság. Az Apple gyengébb kínai eladásai valószínűleg meglepetést okoztak a befektetőknek, de az ügyfelek és elemzők szerint a cég számára egyre nagyobb kihívásokat jelent a világ harmadik legnagyobb piaca. Az Apple részvényei körülbelül 3%-kal csökkentek a csalódást keltő kínai eladások hírére. Kína a világ legnagyobb okostelefonpiacaként jelentős szerepet játszik az Apple értékesítésének növekedésében. Az Apple évekig vezető márka volt a világ második legnagyobb gazdaságában, mielőtt a helyzet megváltozott. Az Apple nyomás alá került a második fél évben, miután a Huawei visszatért a fejlett telefonok piacára, a helyben gyártott csippel ellátott Mate 60 sorozatával. A Huawei az amerikai szankciók ellenére is képes volt saját 5G képes chippet létrehozni. Niger állami hírügynöksége az ANP arról számolt be, hogy Burkina Faso és Niger kiléptek a nyugat-afrikai államok gazdasági közösségéből, vagy az ECOWAS-ból ráadásul egyszerre. A döntés hátterében a tagállamokra gyakorolt nyomás, valamint a térség terrorizmus elleni küzdelemben mutatott elégtelen támogatása áll. A közlemény szerint ezen országok vezetői, mint Ibrahim Traoré, Assimi Goita és Abdurrahman Tiani a saját népeik érdekeit figyelembe véve hozták meg ezt a döntést. Mindhárom országban olyan katonai hatalomátvétel történt, amely után az új vezetés Oroszországgal kezdett barátkozni, ez történt mindhárom egykori francia gyarmat esetében. Ez válaszú kijelentette, hogy továbbra is fontosnak tartja a három ország tagságát, és tárgyalásokat kezdeményezett a politikai padhelyzet feloldására. A nigeri kormány szóvivője Abdurrahman Amadou tévébeszélben jelentette be, mindezt a nigeri állami tévén, az rtn -en. A bejelentés idején a száhelővezetés az orosz nyelvű médiatérben elterjedt a hír, mi szerint Németország állítólag felszólította a Nigert, hogy szakítsa meg a kapcsolatait Oroszországgal, azzal fenyegetőzve, hogy megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat és bezárják a nagykövetséget az országban a németek. Erre a nigeri katonai tanács átmeneti vezetője, Abdurrahman Teani, az alábbiakat mondta idézem. Ha Németország be akarja zárni a nagykövetségét nálunk, hát legyen, senkinek sem fogunk könyörögni a maradásért. Aki menni akar, az menjen. Különben is, kinek van szüksége Németországra? Az európaiak semmit sem adtak Afrikának, csak elvették a természeti erőforrásainkat, leszámítva a háborúinkat, a terroristákat és a diktátorainkat. Na, azokat ők hozták. Ez a hétfői hír nem sokkal azután jelent meg, hogy a német Deutsche megjelent anyag szerint a száheli régióban zajló események jelentős hatással vannak a nemzetközi politikára, különösen Németország számára. Anna Léne Berbok, német külügyminiszter akkor, tehát néhány nappal ezelőtt, éppen azt hangsúlyozta, hogy a térség stratégiai jelentőséggel bír. A régióban egyre inkább növekszik Oroszország befolyása, amely szerinte különösen Mali kormányában működik együtt, miközben a nyugat, köztük Németország visszavonulóban van onnét. De a német anyagban meglehetősen hosszan írnak arról, hogy milyen stratégiát kellene követni az európai országoknak együtt azért, hogy visszanyerjék ezeket az országokat és az orosz befolyást csökkentsék a térségben. Ennek egyik eszközeként azt nevezték meg, hogy a jövőben olyan helyi politikai projektekkel szabad csak foglalkozni, amelyek élvezik az ott élő emberek támogatását. Texas állam és a szövetségi kormány között folytatódik a vita a határ kérdésében. Texas kormányzó helyettese a korábbi rádiós műsorvezető Dan Patrick, nem azonos azzal a Dan patrick akit ma az ismerhet, aki most hallgat angol nyelvű beszélgetés műsorokat, bejelentette, hogy az állam továbbra is szöges drótot fog használni a határon, még akkor is, ha a szövetségi kormány ezt leszereli. Ez ellentétes az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának döntésével. Dan Patrick ismét az alkotmányjal magyarázta ezt, és azzal, hogy a szövetségi állam feladata Texas területének a megvédése, és ha ezt a szövetségi kormány nem látja el, akkor majd ők ellátják úgy, ahogy jónak látják. Mark Jones, a Rice Egyetem politika tudományi professzora, a Dallas KRLD 1080 kérdezel szakértő című műsorában beszélt erről a témáról kedden. Szerinte az amerikai történelemben egész egyszerűen példátlan az, ami történik, és kétségtelenül történelmi időket élnek a texasiak. A Dallas Morning News eközben arról ír, hogy az egyik jogi húzabonában a sok közül Ken Paxtonnak, a texasi főügyésznek nem kell eskü alatt válaszolnia a kérdésekre. Paxtonnak egy bírósági végzés alapján csütörtökön kellett volna tanúvallomást tennie egy perben, amit négy korábbi vezető alkalmazott indított, akik azt állították, hogy 2020-ban jogtalanul rúgták ki őket, miután vádolták Paxton-t vesztegetéssel és más bűncselekményekkel. A texasi nyilvánosságban ez az ügy egy a sok közül, de ez éppen az, amit sokak szerint azért szedtek most elő, hogy ezzel is megakadályozzák Ken Paxton tevékenységét. Texas főügyésze a texasi kormányzó Greg Abbott harcos társa a Washingtonnal szembeni birkózásban a migránsok ügyében. Most Texas legfelsőbb bírósága válaszol a főügyész irodájának sürgőségi kérvényére, kedden idéglenesen megakadályozta Paxton és három fősegédjének tanúvallomását. A bíróság nem indokolta meg a döntését, és február 29-ig kérte a kirúgott alkalmazottak ügyvédeinek válaszát. A négy volt vezető alkalmazott ügyvédei hosszú ideje próbálják Paxton-t vallomástételre kényszeríteni, azt állítva, hogy a háromszoros főügyész tisztázhatná a perük központi kérdéseit amely szerint őket jogellenesen rúgták ki, megsértve a texasi szivárogtatók törvényét. Ez a törvény megvédi a kormányzati dolgozókat a megtorlástól, miután gyanús magatartásról számoltak be a bűnüldöző hatóságoknak. A volt vezető alkalmazottak a főügyész iroda nyolc felső vezetője közé tartoztak, akik 2020-ban az FBI ügynökeivel és más bűnöldöző hatóságokkal találkoztak, hogy vádolják paxton Nate Paul, egy ingatlan befektető, politikai donor és barát jogellenes segítségével, aki ak akkoriban szövetségi vizsgálat alatt állt. Pólt később banki csalással vádolták meg. A rendkívül hosszú, bonyolult, szürke és Magyarországról látszólag érdektelen ügybe a féle szabadságharcot látnak bele azok, akik a jelenlegi kormányzó támogatják és nem látják szívesen a migránsokat. A szivároktató ügyvédei Tom Nesbitt és T.J. most azt mondta, hogy alig várják a harc folytatását az igazságért ebben az ügyben. Texas lakosai válaszokat várnak Ken mondták. Az elmúlt napokban a konzervatív vezetők, köztük az előző elnök Donald Trump is arra szólították fel a teljesen republikánus texasi legfelső bíróságot, hogy döntsön Paxton javára. A nagyszerű texasi legfelső bíróságnak most nagy döntést kell meghoznia, poszolzott Trump a saját felületén. Elég időt és pénzt pazaroltak arra, hogy Ken Paxton texasi főügyésznek meg kelljen védenie a saját magát, ahelyett, hogy megvédte volna a déli határunkat, amely folyamatos ostrom alatt áll, írta Trump. Mindeközben a közösségi oldalakon, például a TikTokon vagy a Twitterből a Texen számos videó kerül fel texasi fegyverboltokból, amelyek jellemzően üres polcokat mutatnak. Egyesek azt a látszatot keltik, vagy akarják kelteni, hogy az emberek fegyverkeznek. A legtöbb videón egyébként a 9 mm-es pisztolyőszerekből van a legnagyobb hiány. Ezt a néhány posztokra válaszoló nem a Washingtonnali szembenállásra, hanem a rengeteg migránsra vezeti vissza, mondván az utóbbi hónapokban még azok is feltöltötték önvédelmi tárukat, akik egyébként nem szoktak hétvégén lövöltözni járni, mint ahogy a texasiek jó része hobbiból azt teszi. A Tasznem iráni hírügynökség szerint Jemen és a jemeni hufék készen állnak egy elhúzódó konfliktusra az amerikaiakkal és a britekkel. A jemeni fegyveres erők parancsnoka Mohamed Nasser al Tifi kijelentette, hogy országa kész hosszú távú szembenállásra az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával. A szöveg szerint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia többször is támadásokat hajtottak végre Jemen katonai létesítményei ellen, Értelmezése szerint ezt Izrael támogatására tették. Válaszul a jemeni hadsereg bejelentette, hogy ezen túl az Egyesült Államok és Nagy-Britannia értekeltségeit a Vörös tengeren is legitim célpontnak tekintik. Allatifi a következőt mondta, idézem szó szerint. Készen állunk a hosszú távú szembenállása az elnyomó erőkkel szemben. Az amerikaiaknak, a briteknek és azoknak, akik velük együttműködnek, tudniuk kell a jemeni nép eltökéltségét, és hogy ebben a kérdésben nincs vita. A hír azt is megemlíti, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szombaton ismét támadást indítottak Jemen ellen. A koalícióban szereplő többi országot, például a síta többségű arab országot Bahreint, név szerint nem említik meg. Ez volt a heti hírmix itt az Ultrahangon. Ha tetszett, akkor kérjük nyomjon egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldjelenek a videónak a linkjét az ismerőseinek is, hogy tudjanak ezekről a hírekről. Ha pedig naponta szeretne értesülni a világ legfontosabb híreiről, akkor kérjük iratkozzon fel az Ultrahang Plus csatornánkra. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.